Mai filmünk producerének, James Vannek szerintem sikerült Zack Snyder nyomdokaiba lépnie. Vagyis a korai filmjei élvezetesek voltak, lásd a fűrész, amit amúgy ő írt és rendezett is, a Dead Sentence és mondjuk az Insidious első része. Mostanra azonban inkább jellemzőre a derékiparos kiparos munka, az olyan nettó, sablonos, minden eredetiséget nélkülöző rendezői munkákkal, mint az Insidious 2, vagy az Aquaman, producerként pedig, mint az Apáca, az Insidious 3, a Lights Out és az Annabelle. Ma már ott tartunk, hogyha ha meglátom valahogy James Van nevét, akkor szinte percre pontosan meg tudom mondani, hogy mikor mi fog történni a filmben. Ez azért a számomra azért kiábrándító, mert én szeretem a horror műfajt. Szeretem látni azt, hogy energiát fektetnek abba, hogy rám hozzák a frászt. Erre majd később térnék ki, de addig is lássuk, milyen volt a gyászoló asszonyátka. A történet röviden annyi, hogy a gyámhivatalnál dolgozó két gyerekes anyuka, Anna, kap egy esetet, ami szerint egy másik anyuka felteltően abuzálja a gyerekeit. Persze a dolog nem ilyen egyszerű. Miután az asszonytól elveszik a gyerekeit, azok röviddel ezután furcsa körülmények között belefulladnak a helyi folyóba. Majd Anna gyerekei is furcsa dolgok elszenvedői lesznek. Égési sérülések jelennek meg a karjaikon, furcsa zajok és történések zavarják meg otthonuk nyugalmát, míg végül Anna gyanítani kezdi, hogy a gyászoló asszony, vagyis a Lajorona áll az egész mögött. A komoly boncolgatás előtt annyit érdemes tudni, hogy a gyászoló asszony egy valós mendemondára, a Lajoronára épül, ami a mucsíró asszonyt jelent. A monda szerint a konkvisztádorok idején kb. az 1600-as években élt egy Mária nevű falusi nő, akinek igen vagyonos férje volt. Később ettől a fértől lett két gyereke, ám egy idő után ura egyre kevesebb figyelmet szentelt Máriának. Figyelme más nők és az alkohol felé irányult. Egy nap a férfi hazafele menet egy másik nővel osztotta meg a hintóját, és amikor belebotlott Máriába és a gyerekekbe, akkor csak a gyerekeknek köszönt. Máriának nem. Az asszony erre olyan bosszús lett, hogy két gyerekét a folyóba hajította, ám amikor ráeszmélt tetteire, hiába próbálta kimenteni gyerekeit a folyóból, addigra már késő volt. Mária ezek után összetört, nem evett, nem ivott és halálba gyászolta magát. Sziluettjét állítólag ma is néha-néha meg lehet pillantani a naplementében, illetve szürkületkor. Na most kezdjük azzal, hogy a film egy kicsit ferdíti ezt a mondát, mivel a gyászoló asszony előzménye egyáltalán nem így ábrázolja a lajoronát, sőt annyira random az egész, hogy mindjárt a felütésnél pislogtam, hogy na vajon ebből mit akarnak kihozni. Mondjuk annak örültem, hogy nem nagyon sztárolt celebeket, hanem latin vénájú színészeket láttam a vásznon, így a spanyol véna jobban érvényesülhetett, ezáltal autentikusabb is volt a környezet. De ezen felül a gyászoló asszony átka egy végletekig közhelyes horror pedig egyik másik beijesztést egész jól vezették fel. Még reménykedtem is magamban, hogy lehet legalább ez a része működni fog a filmnek. De a jumpscare féle csattanónál rájöttem, hogy nem, ez bizony ugyanaz, mint amit eddig is időről időre beküldtek a moziba. Csak pár példa. A szellem miért üvölt állandó jelleggel? A gyerekek miért életképtelenek olyannyira, hogy ha megijeszti őket egy nyilvánvalóan neme világi lény, akkor csak a küszöbön túlra szaladnak, de tovább nem. A karakterek természetesen idióták, emiatt nem is nagyon lehet drukkolni nekik. Erre talán a kislány a legjobb példa, de amit igazán nem tudok megbocsájtani a filmnek, az az, hogy a szellem megnyilvánulásai nevetségesek. Nem tudom ez mennyire spoiler, de akkor inkább kirakom. Szóval, van egy jelenet, ahol a kislány ül a kádban, és a szellem a háta mögött állva megmossa a gyerek haját. Én azt hittem hangosan felröhögök a moziban, de örültem, hogy ezzel nem voltam egyedül. Van egy jelenet, ahol a gyászoló épp kinyit egy ajtót, majd a család keserves harcot kíva azért, hogy ellen tartson. Ha vizualizálom ezt a jelenetet, akkor a gyászoló konkrétan izmozott az ajtó belökéséért. És persze ott van még a trélerben is előtt autós jelenet, ahol a szellem elkezdi letekerni az ablakot, hogy bejusson a gyerekhez. <kül> ha már a tekerőt elérte, akkor már be is tudna jutni, nem? Annyira kiherelt volt az összes kísértéses jelenet, hogy a film felénél majdnem bealudtam. Arról meg már hadd ne beszéljek, hogy mindenki olyan szinten szkeptikus a filmben, hogy az már idegesítő. A gyerekeken megjelenik a gyászoló asszony kéznyoma, de nemhogy az anyjukkal még egymással se beszélik meg a dolgot. Anna szemtanúja rengeteg különös dolognak, de ráfogják arra, hogy fáradt, stresszes, tudjátok a tipikus Gorfeszben is visszatérő klisé. Végül, ami a vége felé vált szembetűnővé a filmmel kapcsolatban, az a belefektetett munka hiánya. És itt kanyarodnék vissza a korábban felvetett témára. Hol vannak azok a horrorok, mint a Coppola féle Dracula, ahol parádésan nézett ki a környezet, és elhittük, hogy egy ősi gonoszszal van dolgunk? Hol vannak az ördögűzőhöz hasonló filmek, amik tele voltak akkor még sosem látott trükkökkel? De hogy más nem mondjak, a 89-es kedvencek temetője, a Rémálom az elbuccában, Ómen, a dolog, más világ, ezek a filmek felépítettek egy környezetet, felvezettek egy gonoszt. Nem kell minden filmnek klasszikusnak lennie, de azért éreztük a fenyegetést. De a gyászoló asszony átkan meg se kísérel többet vállalni annál, hogy van benne egy szellem. És tényleg ennyi? Se a környezet, se a szellem kinézete, de még a történetvezetés sincsen kidolgozva. Arról már nem is beszélek, hogy még csak nem is véres a film. Az ebben ábrázolt világ hiába része a démonok között univerzumnak, ha abból mindössze ennyire megúszósan tudtak kamatoztatni az összes horror elemet. Persze a film végére tartogatnak nekünk némi csavarnak szánt megmozdulást, de mivel az se tart sokáig, így kár is megemlíteni. Komolyan olyan, mintha direkt cenzúrázták volna az írók eredeti ötleteit. Őszintén keresem azokat a pontjait a filmnek, ami alapján nem tűnik úgy, mintha egy az egyben szemétre való lenne, de sajnos nehezemre esik ilyet találni. Én elhiszem, hogy azok, akik még csak most ismerkednek a horror műfajjal, vagy parásabbak, vagy esetleg számukra ez a zsáner még újdonságnak hat, azok lehet, hogy értékelni fogják a gyászoló asszonyátkát. Én a saját részemről viszont már nagyon ennek az úgynevezett James Van-féle álmokfutásnak nevezhető érának a végét, mert köszönöm, de ezt a filmet már láttam párszor. Csak korábban úgy hívták, hogy Apáca, Insidious az utolsó kulcs, Lights Out, Jigsaw. A gyászoló asszony. Ha tetszett a videó, akkor like, megosztás, én megköszönöm a figyelmet, és továbbra is mindenkinek hálásak vagyunk, akik a Patreon rendszeren keresztül támogatnak minket. Napacsi, sziasztok! A gyászoló asszonyátka.